Nem kell 100 milliós kártérítést fizetnie Pécsnek, 8 év után megegyezett a bőrgyárral az önkormányzat. Csökkenő hallgatói létszám, elbocsátások, szakmai konferencia a FEC-en. Lassan véget érnek a felújítások, indulhat a távfűtési szezon Pécsett. Ítéletidő Szabadkán. 2 órára megszűnt a műsorsugárzás a Szabadkai Pannon televíziónál. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon televízió híradóját látják. 8 év után lezárulhat a város és a bőrgyár kártérítési ügye. Nem kell 100 milliós kártérítést fizetnie az önkormányzatnak. A felek peren kívül megegyeztek. Az ügy akkor kezdődött, mikor az építési szabályzat változása miatt bontania kellett volna a cégnek. Ezt a patak melletti épületegyüttest kellett volna lebontania a bőrgyárnak a pécsi építési szabályzat szerint. Ide egy erdősávot akartak ültetni, mondja a bőrgyár igazgatója, aki nem akart kamerán kelé állni. A cég ezért 100 milliós nagyságrendű kártérítést akart a várostól. A pereskedés már 8 éve zajlik, most pont kerülhet az ügy végére. Most sikerült megegyezni, hogy a részben az építési szabályzat visszamódosításával, illetve módosításával újra meg tudunk egyezni a bőrgyárral, és így senkinek nem keletkezik kára ebből az ügyletből. Szerdán a pénzügyi bizottság előtt szerepelt az ügy. A szocialista Nyőgéri Lajos szerint a pécsi ingatlanadóval függ össze a bőrgyár problémája. Úgy kötelezi az önkormányzat elég nagy összegű adó megfizetésére, hogy tulajdonképpen az ingatlan korlátozott. Tehát, hogy ő ott azon semmit nem csinálhat. A képviselő szerint a helyi adórendeleten is változtatni kell. Reméljük, hogy a napirendi pont kapcsán megoldódik a bőrgyár kérdése, és azt is reméljük, hogy ennek kapcsán 2013-ban az adót az új tervezés folyamán ennek megfelelően módosítják majd, és lejjebb viszik a pécsiek érdekében. Ugyanis ez Pécsnek érdeke. A nem működő bőrgyárnak jelenleg évente 13 millió forint ingatlan és telekadót kell fizetnie. Az ingatlanok bérleti díjából ennek csak a 20%-a jön össze az igazgató szerint. Újabb csúcsra ért a költségvetési intézmények lejárt tartozása. A Magyar Államkincstár adatai szerint augusztusban már 62,6 milliárd forint volt, ami 5,74 milliárddal magasabb a júliusi és 17 milliárddal az évelei nyitóállománynál. Az adósságállomány az idén ugrott meg, miután az állam átvette a csődbe ment önkormányzatok és a megyei önkormányzatok által fenntartott intézményeket, azok adósságaival együtt. A lejárt számlák állománya az elmúlt hónapokban is fokozatosan nőtt, ami egyértelműen a költségvetési intézmények alulfinanszírozottságára utal. Harmadával csökkent a hallgatói létszám, és 12%-kal kevesebb dolgozója van az egyetem felnőtt képzési és emberi erőforrás fejlesztési karának, hangzott el szerdán az Országos Emberi Erőforrás Menedzsment konferencián. Pedig a szakemberek szerint a gazdasági növekedés alapja az a munkaerőgazdálkodás, amihez az itt végzett HR-esekre is szükség van. A gazdasági növekedés alapja a humántőke, vagyis a megfelelő szakembergárda, mondja a pécsi közgáztanára. A növekedésnek a legerőteljesebb forrása, a növekedésnek mintegy 2/3-át, azt tulajdonképpen a humántőke adja. Tehát erre kellene koncentrálni akkor, hogyha azt szeretnék, hogy a növekedés ütemünk valóban számottevően emelkedni tudjon. Ezért is fontos, hogy felkészült HR-esek, vagyis régi elnevezéssel munkaügyesek dolgozzanak a gazdaságban. Mellárt Tamás szerint rajtuk múlhat, hogy a megfelelő szakemberek kerüljenek a cégekhez. De éppen a HR-esek képzése van ma bajban, mondják a pécsi egyetem képzőhelyén. Most egy olyan helyzet van, amikor a politika beleszólt a létszámgazdálkodásunkba, hallgatói jelentkezésekbe. Rendkívül alacsony lett a normatív támogatott hallgatói helyeknek a száma, és ez hát reagált erre a felvevő piac. Mintegy 30%-kal kevesebb hallgatója van most a FEC-nek, mint tavaly. Ezért a karondolgozók számát is csökkenteni kellett. Az adminisztrációs létszámokat redukálták, ami hát biztos, hogy jó is, meg nem is, tehát mindennek van legalább 2 oldala. A másik, hogy vannak kollégák, akik a csoportos
létszámleépítésbe kerültek bele, ez az összlétszámnak a 11-12%-a, ez nem kevés. Erről is beszéltek szerdán a felnőttképzési és emberi erőforrás fejlesztési karon. Itt rendezték a 3. országos emberi erőforrás menedzsment konferenciát, ahol a HR szakma aktuális helyzetéről, mai szerepéről, lehetőségeiről hallhattak előadásokat az érdeklődők. A pécsi börtönből egy hétre Kecskemétre szállították a Bándi Kata megölésével gyanúsított P. Lászlót. Egyes információk szerint új ügyben faggatták a gyilkost. A férfit védő dr. Solymos Sára ügyvédnő a Borsnak úgy nyilatkozott, hogy egy szabálysértési ügyben hallgatták meg ügyfelét. A jogász azonban nem tudott az ügy részleteiről felvilágosítást adni. P. Lászlót hétfőn hozták vissza Pécsre, ahol egy személyes zárkába került. Alap arról is beszámol, hogy egy tévéstáb interjút készített a pszichológus nő gyilkosával. A beszélgetésben pedig a férfi olyan dolgokat árult el, amely után az ügyészség letiltotta az interjú egy részét. Azt nem sikerült kideríteni, hogy miről beszélt a gyilkos. A pécsi rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi Várnai Rudolf Gábor 55 éves pécsi lakost. A férfi fehérbőrű, 186 cm magas, 85 kg súlyú, normál testalkatú, haja őszbe vegyülő barna, rövid, szeme, színe szürkés kék, eltűnésekor túraruházatban volt. A keresett személy szeptember 25-én napközben a pécsi lakcíme alól ismeretlen helyre távozott. Előfordulási helyei Pécs és a Mecsek egész területe. Aki az eltűnt személy tartózkodási helyéről bármit tud, kérjük, hogy a 107-es vagy 112-es segélyhívószámon jelezze. Szinte teljesen eltűnt a hátulja annak a zöld Volkswagennek, amelybe ma délután egy Ford Escort csapódott az 57-es út Nagy Árpád és Kozár Mislány közötti szakaszán a Kozár Mislányi körforgalomnál. Az elsődleges adatok alapján többen megsérültek. A helyszíni intézkedés során az adott útszakaszt lezárták az autósok először kerülő útvonalon, majd félpályás útzár mellett tudtak közlekedni. Civilek munkájának köszönhetően újul meg a Békepark Pécsen. Egyesületek és Kovácstelep lakói fogtak össze, hogy visszavegyék a ligetet a hajléktalanoktól és megóvják a rongálóktól. Kevesen tudják, de ez a park itt a Tesco mögött Magyarország legnagyobb nyilvános szoborparkja. A Békeparkot több mint 20 évvel ezelőtt hozták létre. Számos terv mellett az egyik elképzelés az volt, hogy csónakázó tavat létesítenek itt. Végül azonban a tó nem, csak a földmunkák egy része készült el. A területre később Szatyor Győző szobrászművész alkotásai kerültek ki, de időközben már ezek is megfogyatkoztak. A bejáratnál lesz egy székelykapu. Megújítjuk ezeket a lebontott, tönkrement díszkerítést, ott szintén ami van, a játékok felújítása kerülnek. Civil szervezetek fogtak össze, hogy újra életet adjanak Pécs legnagyobb zöld ligetének, ahol az utóbbi években elszaporodtak a rongálások, és mindennapi látogatók lettek a hajléktalanok. Én nagyon örülnék neki, de még jobban örülnék, hogyha néha errefelé néznének közterületfelügyelők, meg ilyesmi, mert sajnos esténként itt nem biztonságos közlekedni, és akkor finoman fogalmaztam. Úgyhogy úgy maga a park az gyönyörű, és nem árt egy kis karbantartás neki. Ezért fogtak össze a kovácstelepiek, vállalkozók segítségével megújítják a játszótereket, padokat helyeznek ki, azért, hogy egy új, több generáció által használható park lehessen Pécs határában. Mi a Vadvilág Egyesület és a Kürösi Csoma Sándor Nyugdíjas Klub összefogásával pályázatot adtunk be, légysővője pályázati lehetőségre, és nyertünk egy kis pénzt. Úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk rendbe tenni ezt a parkot. Közben itt a környéken lakók javaslatára úgy döntöttünk, hogy ennek egy új funkciót adunk. A hosszú távú tervek között szerepel egy szabadtéri színpad és egy kutyafuttató létrehozása is. Az egyesületek és a lakosság társadalmi munkában látják el a terület gondozását, így kedden, csütörtökön és szombaton délután 1 és 5 óra között várják minden lelkes a Békeparkért tenni akaró pécsi jelentkezését. Nehéz év előtt áll Pécs, a korábbi esztendőkben felvett hitelek jelentős részét ugyanis 2013-ban kezdi törleszteni az önkormányzat, írja a pécsi újság. Csak a kamatokra több mint 2 milliárdot fizethetünk, összesen pedig mintegy 3,8 milliárd forintot utal át a Városháza a pénzintézeteknek. A pénzt elsősorban az önkormányzat saját bevételeiből fedezi, de az állam is besegít.
Hogy a terhek pontosan mekkora hányadát vállalja át a központi költségvetés, egyelőre nem lehet tudni. A pécsi önkormányzatnak mintegy 34 milliárd forintos hitelállománya van. A pénzügyi osztály vezetője a lapnak elmondta, a tervek szerint 2013-ban a likviditási kereten felül már egyáltalán nem kér máshonnan pénzt az önkormányzat. Törölné a választási törvényjavaslatból három baranyai fideszes képviselő azt a megkötést, hogy csak a borítékba tett szavazólap érvényes, írja a bama.hu. Horváth Zoltán, Nagy Csaba és Polics József kedden benyújtott módosító javaslata szerint a szavazólapok borítékból való kiszedése lassítja a szavazatszámlálást, a zárt urnába félbehajtva dobott szavazólap pedig továbbra is szavatolja a titkos voksolást. A politikusok szerint több mint 30 millió forintot lehet megspórolni, és ez környezetvédelmi szempontból sem elhanyagolható. Szünetelt a melegvíz szolgáltatás szerdán több pécsi utcában, ugyanis a PTAV szakemberei a távvezetéki hálózaton elzáró cserét végeztek. A PTAV május 15-e óta folyamatos karbantartásokat végzett a rendszeren, hogy a fűtési szezonban minden zökkenőmentesen folyhasson. Több helyütt fel kellett újítaniuk az előregedett közmű alagút folyósókat, illetve vezeték elzárókat és hajtóműveket építettek be a rendszerbe, amelyek egy hiba után a szolgáltatás gyorsabb helyreállítását szolgálják. Összességében azt lehet mondani, hogy sikerült a nehézségeken úrrá lenni, és a fűtési időszak kezdetére, illetve hát a fűtés szolgáltatás indítására, mert az még nagyrészt hátra van, minden fontos munkát sikerült elvégezni, tehát mindenütt tudunk majd fűtést biztosítani, amikor az időjárás úgy alakul, és erre szükség lesz. Pécs város önkormányzata és a Biocom Kft. Szeretettel vár minden olyan pécsi lakót, aki úgy érzi, hogy van még mit tenni a város tisztaságáért az október 13-án délelőtt tartandó őszi nagytakarítási akcióban. A Biocom várja azokat a környezetvédelmet szem előtt tartó civil szervezeteket, aktivistákat, egyesületeket, pécsi cégeket, akik hisznek a természet értékeiben és szeretetében, a környezetvédelem fontosságában. A munkavégzéshez szükséges zsákot és kesztyűt a szervezők ingyenesen biztosítják, ezért a létszám miatt előzetes regisztráció szükséges. Regisztrálni a Biocomnál lehet október 10-éig. Ítéletidő sújtotta kett késő délután Szabadkát. Nagy mennyiségű víz zúdult le pár perc alatt a város egész területén. A hirtelen jött égszakadás nem kímélte az ottani Pannon televízió épületét sem. Két órán át lehetetlenné vált a műsorsugárzás. A félhatos híradót is el kellett halasztani a vihar miatt. Az áhított csendes, több napos eső helyett pár perc alatt óriási vízmennyiség zúdult le Szabadkán és környékén. Az autók szinte úsztak a vízben. Ahogy arról már tegnap este beszámoltunk, a Pannon RTV szerkesztőségét is komolyabb kár érte. Az egyik irodában az álmennyezet fölött eldugult az esővizet elvezető cső, a lezúduló víz pedig használhatatlanná tett két számítógépet és három képernyőt. Az adás két órán át szünetelt. A városban több épület is beázott, nem volt szerencséjük a Spartacus hegymászóklub tagjainak sem. Az alaksori terembe egyenesen az utcáról ömrött be a víz, de nagyobb kár nem keletkezett. Včerašnja kišena prolik od nas dosta veliku poplavu, kompletne prostorije su nam bile poplavljene, a baš je sreće što smo za juče imali zakazan sastanak sa članima kluba, tako da su se uveče skupili i onda smo svi zajednički radili na tome da izbacimo vodu koja je ušla evo preko ovog stepeništa. Ma délelőtt a városban már alig látszottak a viharnyomai. Az még nem tudható, hogy pontosan mekkora károk keletkeztek Szabadkán és környékén. Az önkormányzat illetékesei egyelőre nem tudtak pontos adatokkal szolgálni a kár értékéről. A tűzoltók kamerán kívül csak annyit mondtak, több helyre is kiszálltak vizet szivattyúzni. Tolna és Somogy megye hírei következnek. Fürdeni küldte tavaly karácsonykor volt élettársa apját egy 27 éves szenyéri férfi. Mivel az idős férfi nem engedelmeskedett, ezért egy sodrófával úgy megverte, hogy az éjszaka folyamán belehalt sérüléseibe. Az ügyben ma hirdetett ítéletet a kaposvári törvényszék.
Előbb ütlegelte, majd többször nyaktájon vágta sodrófával az idős férfit, a 27 éves tapsonyi vádlott, majd a vád szerint, mintha mi sem történt volna, lefeküdt aludni tavaly szenteste. Ezért a bíróság vádlottat, mint visszaesőt, 16 év fegyházra és 10 évre a közügyekkel eltiltásra ítéli. A férfinek nem először kellett bíróság elé állnia, ezt pedig súlyosbító körülményként vették figyelembe. A bíróság előtt nem is tett vallomást az előzetesben lévő vádlott, ám a nyomozati szakban részben elismerte tettét, bár azt mondta, ő nem akart ölni. Sértett bántalmazása vonatkozásában hatrendbeli bántalmazást ismert el. Elmondása szerint két alkalommal tenyérrel ütötte meg a sértett fejét, és körülbelül három-négy alkalommal pedig a sodrófával ütötte meg a nyakvál tájékon. Ennek mondtak ellent az orvosszakértői vélemények, amelyek a brutális verést utólag rekonstruálták. A házban a sértett idős férfi lánya volt még jelen, de ő a veszekedésen kívül csak annyit észlelt elmondása szerint, hogy apja a halála előtt fájdalomcsillapítót kért tőle. Ekkor a lány nem vett észre sérülést az idős emberen, legalábbis ezt mondta a bíróságon. Amikor reggel rátaláltak az idős emberre, már órák óta halott volt a szenyéri lakásban. A vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, az ítélet nem jogerős. Világháborús bombák és egyéb robbanó szerkezetek után kutatnak a honvédség tűzszerészei és a hadihajósok Balaton lellén. Az idén nyáron 5 bejelentés után 2 esetben is találtak világháborús bombát a Balatonlellei strandon. Az önkormányzat azért kérte a vizsgálatot, hogy végre újra ki lehessen mondani, biztonságos a lellei partszakasz. A többi településnek akár milliókba is kerülne egy ilyen átvizsgálás, Lelle azonban minimális összeget fizet. 13 méter. Még 13 méter. Javában zajlik a Balatonlellei Szabadstrand átvizsgálása. A honvédség tűzszerészei és a hadihajósok 2 kilométer hosszú partszakaszt vizsgálnak át, egészen a bújákig. Így szól az érzékelő, ha valamilyen fémtárgyat talál. És bár többször is jelzett már a készülék, bombát vagy robbanó szerkezetet nem találtak. Fémtárgyakat találtak kiskan alatt, horgászfelszereléseket és ilyesmi, de egyéb más olyan dolgot, hogy takna és ilyesmi nem volt, hál' Isten. Az idén nyáron 5 bejelentés után 2 esetben is találtak világháborús bombát a Balatonlellei strandon. Kenéz István polgármester szerint ez megtépázta a város jó hírét. Akkor döntöttünk úgy, hogy ez a városnak egy negatív reklám, hogy átvizsgáltatjuk a strandjainkat, hogy ennek a rossz hírverésnek elejét vegyük, és mindenki számára közé tudjuk tenni azt, hogy átvizsgáltuk, és mindenki számára biztonságosak a strandjaink. Az önkormányzat már ideje korán augusztusban felvette a kapcsolatot a Magyar Honvédséggel, így sikerült elérni, hogy a bombakeresést beiktassák a gyakorlatok közé. Ennek köszönhetően a város pár százezer forintból meg tudta oldani az ellenőrzést. Csak a szállást és az étkezést kell biztosítani a szakembereknek, a több millió forintos költségeket nem. Korábban több balatonparti polgármester is állami segítséget kért a balatoni partszakaszok átvizsgálásához. Vizsgálatot indított az Országos Bírói Hivatal, mert 9 éven át a bírósággal fizetette vitorlásának fonyódi kikötőbérletét a volt somogyi főbíró, írja a Népszabadság. A ma már nyugdíjas bíró arra hivatkozik, hogy a bíróság vendégei használhatták a hajót. Újkéri Csaba a lapnak elmondta, az OBH jogelődje az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, sőt az állami számvevőszék, valamint az adóhatóság is ismerte egy gyakorlatot, ám nem kifogásolta. A Népszabadság azon kérdésére, vajon miért vált most az OBH vizsgálatának tárgyává a kikötőbérlet, Újkéri így válaszolt, a személyét akarják lejáratni, azt is tudja kik és miért, de erről majd a vizsgálat lezárulta után kíván beszélni. Borúsan látják a jövőt a Dunaföldvár környéki gazdák. Az aszály miatt a termés jelentős része elpusztult, így a földtulajdonosok nem tudják, hogy a veszteségek miatt miből kezdik meg a következő évet. A problémáról a Földvár és Vidéke Gazdakör fórumán is szó volt. Jakab István, a MAGOSZ elnöke azt mondta, az aszály sújtott a területeken, a kárenyhítési alap rendelkezésükre áll a jogosultaknak, amely, mint az elnök fogalmazott, némileg enyhített a gazdák problémáin. Nem tudom a földet még közelíteni,
Számos gazda gyűlt össze pénteken a Dunaföldvári szüreti nap előestéjén a művelődési házban, ahol a már hagyományos gazdafórumra várták a környező települések mezőgazdaság iránt érdeklődő lakosait, melyet a Földvár és Vidéke Gazdakör szervezett. Az idejévet nagyon pessimisták vagyunk, főleg itt Észak-Tolna megyében, mert itt alföldi időjárás van, szinte alig esett az eső, a kukorica termés az katasztrofális, ilyen 15 és 25 mázsás átlagtermések, ami az önköltséget nem hozza ki. Egy különlegesen érzékeny időszakban vagyunk. Az asszály okozta károkra, mint azt a fórum díszvendége Jakab István elmondta, a kárenyhítési alaprendelkezésre áll, a jogosultak részesülhetnek belőle. Arról már megszületett a döntés, hogy előrehozták a területalapú támogatások kifizetésének 50%-át. Ez október közepén a gazdák számláján lesz. A gazdák viszont nem tudják, hogyan indítsák el a jövő évet, milyen hitelfelvételi lehetőségeik lesznek. Ebben az Unió is segíti őket. Azt már sikerként könyvelhetem el, hogy várhatóan a de minimis, tehát a legkisebb összegű támogatások, ez eddig 3 évre 7500 euró volt gazdaságonként, ennek a megduplázása nagyon nagy valószínűséggel ma már tényként közölhető. Ez viszont nagyon nagy segítség lesz annak érdekében, hogy a gazdák számára hosszú távú hitelekkel, méghozzá 50%-os kamattámogatás mellett tudjuk a túlélést segíteni. A MAGOSZ elnöke kifejtette, az Agrár és Vidékfejlesztési Kamara, mint tanácsadó hálózat is segíti a gazdaság szereplőit. Már 4 esetben adott helyt a kaposvári törvényszék Somogyban a megyei főügyészség keresetének olyan ügyben, amikor a földhivatal jogszabálysértően jegyzett be külföldi állampolgár termőföldre vonatkozó tulajdonjogát az ingatlan nyilvántartásba. Szerkesztőségünk kérdésére a Somogy megyei főügyészség szóvivője elmondta, 2 nagyatádi, 1-1 kaposvári és siófoki esetben hatósági igazolás hiánya miatt indítottak eljárást. Külföldi állampolgár ugyanis csak úgy szerezhet tulajdonjogot, ha 3 évre visszamenőleg igazolni tudja, hogy a saját kockázatára mezőgazdasági termelő tevékenységet folytatott. A bíróság új eljárásra utasította az eljáró földhivatalt. Ha a tulajdonjogra igényt tartó külföldi állampolgár továbbra sem tudja bemutatni az igazolást, akkor a földhivatal elutasítja a bejegyzési kérelmet. Ebben az esetben ugyanis az adásvételi szerződésben kötelmi jogi probléma merül fel, amelyet csak polgári peres úton lehet orvosolni. Véget ért az együttműködés, mint arról múlt heti híradónkban beszámoltunk, a korábban MSZP-s, most már független polgármester Szabó Lóránt és a dombovári Fidesz frakció vezetője, önkormányzati képviselő Nagy Roland sajtótájékoztatón jelentették be, hogy több évnyi csatározás után legalább minimális mértékben együttműködnek. Szabó Lóránt kedden azonban közleményt adott ki, amelyben az áll, a fideszesek elutasítják, hogy fontos kérdésekben egyeztessenek. A polgármester megkeresésünkre elmondta, ilyen például az 5 milliárdos költségvetés is, amelyen a Fidesz szerint 250 milliós, a polgármester szerint viszont egy több mint 300 milliós lyuk tátunk. Nagy Roland képviselő telefonos megkeresésünkre elmondta, továbbra is együtt szeretnének működni, de a várost érintő fontos ügyeket nem háttéregyeztetésekkel, hanem a nyilvánosság bevonásával testületi üléseken szeretnék megvitatni. 2020-ra már 15%-kal kellene nőnie a vasúti utasforgalomnak, a cél elérése érdekében azonban fejlesztésekre lesz szükség és észszerű közlekedés politikára, mondta Schwab Zoltán helyettes államtitkár a siófoki nemzetközi közlekedési konferencián. Ezt a célt szolgálja majd a Gyékényes-Dombóvár vasútvonal felújítása is. A munkálatok 2014-ben kezdődhetnek meg. A most 40-nel zögykölődő vonat helyett 160-nal száguldó szerelvények közlekedhetnek majd a vonalon. A vasútfejlesztési európai uniós források lekötésében élenjárók vagyunk, 80% körüli forrásmennyiséget tudtunk lekötni, ami azért Európa szinten is kimagasló, illetve Magyarország az Európai Unióban elsőként tudott kifejezetten közlekedésbiztonságot javító beruházásokért pénzt kérni. Összesen 50 milliárd forintról van szó, ebből a magyar államvasutak több mint 10 milliárd forinttal gazdálkodhat.
Egyelőre még nem tudni, hogy emelkedik-e vagy sem a távhő ára az idei fűtésszezonban. A tavalyi évben lett hatósági díja a távhőnek. A szolgáltatók többsége nem tudja, hogy kalkuláljon, de remélik, hogy a megszabott ár igazodik majd a folyamatosan emelkedő kiadásaikhoz. A télen fizettek 60 ezer forintot egész télre az emberek lakást, tehát 10 ezer forintot havonta. A Bonyhádi Fűtömű Kft. Majdnem 900 lakástáv fűtését végzi a városban. Bölcsföldi Árpád ügyvezető azt mondja, szeptember 15-e óta készenlétben vannak, de a fűtési szezon csak október 15-től indul. Tavaly október 1-től hatósági áras lett a távfő az országban. Bonyhádon maradtak a 2011 márciusában életbe lépő árak. Csak 2012. január 1-én volt lehetőség a díjak módosítására. Akkor az ország legtöbb távfő szolgáltatója, így a Bonyhádi is, a maximális mértékben 4,2%-kal emelte a szolgáltatás nettó árát. Amilyen hatósági áras jóváírt a kormány, azt most is hát a jóvágya tudomásul veszik, és megpróbálunk a legjobb tudás szerint ebből valahogy úgy gazdálkodni, hogy a cég életképes, működőképes maradjon. Nyereséges lesz, vagy esetleg nullszaldós, vagy a veszteség, ez igazából sok mindenem múlik. A január 1-i változás Bonyhádon például egy átlagos szigetelt lakás éves költségét 2-3 ezer, míg egy nem szigetelt lakás tekintetében 4-5 ezer forinttal emelte. A statisztikák azt mutatják, hogy a fogyasztók részéről romlott a fizetőképesség. Szekszárdon például 2011-ben 28%-kal nőtt a szolgáltató kintlévősége. Ez év végére 150 milliós nagyságrendet ért el. Ezt még tetézi, hogy a nem sokára induló fűtésszezon ellenére hatósági árak még nincsenek, viszont a szolgáltató költségei folyamatosan emelkednek. Bízunk benne, hogy a forint stabilizálódásával a földgáz költségek is stabilizálódnak, ez egy meghatározó tétel, azonban nem szabad elfelejteni, hogy a távhőszolgáltatásnak az állandó költségei, ez szükséges anyagok, bérköltségek, egyéb szolgáltatások költségei is az infláció mértékével, vagy azt meghaladóan is némelyik területen, például üzemanyag árak alakulását alapján, emelkednek, és ezeket is az árakban érvényesíteni kellene. Az eddigi nyilatkozatok ártartásról beszélnek, ezek azonban még nem hivatalos adatok. Az, hogy mennyivel változik vagy változik-e a távfő ára, a következő napokban derül ki. Az esetleges módosításokról minden fogyasztót értesítenek majd. Holnap pár fokkal melegebbre lehet számítani, a csütörtöki időjárás részletei előtt azonban lássuk, melyek voltak kiemelt híreink még egyszer egy-egy mondatban. Nem kell 100 milliós kártérítést fizetnie Pécsnek, 8 év után megegyezett a bőrgyárral az önkormányzat. Csökkenő hallgatói létszám, elbocsátások, szakmai konferencia a FEC-en. Lassan véget érnek a felújítások, indulhat a távfűtési szezon Pécsett. Ítéletidő Szabadkán, 2 órára megszűnt a műsorsugárzás a Szabadkai Pannon televíziónál. Csütörtökön időnkénti felhősödés mellett több órára kisüt a nap. Legfeljebb este felé alakulhat ki északnyugaton egy-egy futózápor. A kissé hűvös, helyenként párás, ködös hajnalt követően délutára 20 és 25 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A Dunántúlon megélénkül a déli szél. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Viszontlátásra!